teszek arról, hogy nagyon speciálisan készüljünk valaki ellen. A magyar női kézilabda válogatott drámai végjáték után egy gólos győzelmet aratott Románia ellen a hazai rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában a debreceni Phoenix csarnokban. A mérkőzés után Német András szövetségi kapitány nagyon elégedett volt a kapusok és a védelem teljesítményével, ugyanakkor a támadójátékkal nem. A kapitány szerint a győzelemhez a szerencsére is szükség volt, ebben pedig még egy jeles alkalom is segítette. Ez a végjáték mindig bizonyos mértékig szerencse kérdése, tehát bíztam abban, hogy ezen a napon szerencsém lesz, mert a fiamnak is ez a születésnapja is. És már délelőtt, amikor köszöntöttem őt, akkor már eszembe jutott, hogy na hát, akkor ez máskor is bejön, és tulajdonképpen azért azt is mondhatjuk, hogy szerencsét is volt a vége. A gyors dán játékosok egyik erőssége, hogy a labdaszerzések után kiválóan fejezik be a lerohanásokat. A magyar védelemnek ezt kell megállítania, illetve a korábbi mérkőzésekhez képest sokkal precízebb és pontosabb támadójátékra lesz szüksége. Nagyon gyors embereik vannak, és nagyon pontosan játsszák le a lerohanásaikat, hogy ezt mindenképpen meg kell lassítanunk, vagy teljesen meg kell szüntetnünk ugye az eladott labdákat, és úgy gondolom, hogy megint egy precíz jó játékkal és egy kemény védekezéssel azért biztos, hogy partiba leszünk. Teszek arról, hogy nagyon speciálisan készülünk valaki ellen, azt mondom, hogy támadásban lehet egyszerűbb visszatérni, hogy nem elemezzük a hibákat, hanem hagyjuk játszani a csapatot, mert ez most igazából másodszor történik meg, úgyhogy nem igazán tudjuk azokat a kielemzett hibákat kihasználni az ellenfél védekezésében. Dánia első középdöntős mérkőzésén remek második félidejének köszönhetően legyőzte Lengyelországot. Hétfői ellenfelünk egyértelmű szándéka, hogy bejusson a budapesti négyes döntőbe, még akkor is, ha a magyarok ellen egy kétesélyes összecsapásra számít. Gyorsan elfelejtettük az első játékrészt, így tudtunk egy tökéletes második félidőt produkálni a lengyelek ellen. Nekem is jól ment a védés, de megkönnyítette a dolgomat a kiválóan működő védelmünk is. A magyarok elleni meccs nagyon kemény lesz, kiemelném Tomori Zsuzsannet és Szucsánszki Zitát, nehéz kimondani a nevét. Ellenfelünk egy nagyon jó csapat, az Európa-bajnokság egyik favoritja. Szóval azt gondolom 50-50 százalék, hogy ki nyer. Nagyon várjuk már a házigazda elleni meccset. Egy remek magyar csapattal játszunk majd, akik között olyan kiváló játékosok vannak, mint Szucsánszki Zita, vagy épp Tomori Zsuzsanna. Kemény találkozóra számítunk, ráadásul rendkívül fontos is lesz. Elvégre a győztes nagy lépést tehet a négyes döntő felé, míg a vesztesnek már nem marad esélye. Megmutattuk, hogy mind védekezésben és támadásban is erősek vagyunk. Ahhoz, hogy nyerjünk, 50 percig kell jól kézilabdáznunk. A Magyarország-Dánia mérkőzést a Nemzeti Sport Online élő szöveges tudósításban közvetíti, míg az NSO TV helyszíni riportokkal jelentkezik már a találkozó előtt is.